Három évszázada magasodik a sárga épület Nyírbátorban. Az 1700-as évek elején Kolostornak épült, mára megérett a felújításra. Az az alapvető gondolat, hogy a Kolostornak a jellegét, hangulatát mindenféleképpen vissza kell állítani. Ez meglátszik az építészeti terveken, azokon a, az anyagokon, azokon a, a színeken, amelyek ott megfogalmazást nyertek, illetve szeretnénk a templommal, ami 15. század végén épült, mai római katolikus templom, miután egybeépült ez a kolostor, azt a tömböt visszahozni, ami ebben a kultúr negyedben fogalmazhatok itt Nyírbátorban, a város történeti sétány mentén a múzeum felújításával végleg kialakul. Nem csak az épületet újítják meg, hanem a kiállítást is. Az a cél, hogy a 21. századi igényeknek megfelelő vendégélmény nyújtsanak. A kiállító terek bővülésével természetesen új témák és hangsúlyok is be fognak kerülni a múzeumba amelyek eddig kevésbé vagy szétszórtan jelentek meg. Egyértelműen mi itt a bátori kultuszt szeretnénk erősíteni. A forgatókönyvek előkészítése során ez kiemelt hangsúlyt kapott. Természetesen mindazok a kincsek, azok az értékek, amelyek eddig is megvoltak, azok most kifognak más installációban, más vitrinekben kerülni. Azt is ugye tervezzük, természetesen az egyensúlyt szinten tartva, hogy a digitalizáció, a tudásátadás az a mai elvárásoknak megfelelő szinten működjön. Aztán szeretnénk egy nagyon komoly pedagógiai teret is a tetőtérben tervek szerint kialakítani, ami megint egy látogatóbarát, vagy épp éppenséggel a látogató bővülésre építkezést fogja majd jelenteni. Komoly biztonsági rendszert is beépítenek, hogy végre nagy értékű műtárgyakat is tudjanak fogadni és bemutatni. Mi eddig nem tudtunk ilyen értelemben megfelelni a biztonsági elvárásoknak, hisz komoly előírások vannak, hogy milyen tárgyakat, milyen feltételek között lehet kiállítani. Most megnyílik a lehetőség, hogy, hogy, hogy nyírmátorban is jöjjenek komoly anyagok a központi múzeumból. Természetesen a szakmaiság vonatkozásában is egy óriási előny, meg hangsúlyozni szeretném azt az új koncepciót, amely a Nemzeti Múzeumban most az igazgató, főigazgató váltással bekövetkezett. Elsimon László főigazgató meg is fogalmazott, hogy a filiákra, mint külső rezidencia központokra szeretné építeni az országban a Nemzeti Múzeumnak a, az erejét. Az intézmény a Magyar Nemzeti Múzeum fenntartásában működik. A csaknem két milliárdos korszerűsítés 2023-ban fejeződik be.